Nem is akarják meghallani a hangunkat, én ezt a törvényt nem státusztörvénynek nevezném, ez egy kifejezetten hosszú törvény. Drasztikusan fogalmaz a pedagógusok szakszervezetének Vasi alelnöke. Úgy tudják, szinte nincs is olyan vasi iskola, amelyikből nem távozik pedagógus. Az oka a státusztörvény. A Nagy Lajos gimnáziumból 5 matematika tanár távozik a 8-ból. Egyikük jövő héten adja be felmondását. Rendkívül igazságtalanul működik a rendszer. Ugye 22-26 óra volt a pedagógusoknak a kötelező óraszáma. Az, aki 22 órában dolgozott, az nem 26-ban dolgozott, már eleve ez egy igazságtalan rendszer. Igazságtalan rendszer az, hogy bemegyünk az iskolába reggel úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen napunk lesz, hiszen aznap szembesülünk csak a helyettesítéseinkkel, tervezhetetlen volt gyakorlatilag az egész életünk. A pedagógusok szakszervezetének Vasi alelnöke azért lett pályaelhagyó, mert már nem tud hinni a pozitív irányú változásban. Ha tényleg az a cél, hogy innen mindenki kivándoroljon, hogy mindenki külhonban keressen megélhetési forrást, hogy egyszerűen bedugja a fejét itt Magyarországon a homokba azért, mert nem mondhatja el a véleményét, akkor ez az ország ez halott. Tehát én nem látok jövőt. A törvény szerint közalkalmazotti státuszból köznevelési alkalmazotti státuszba kerülnek át a pedagógusok. A kötelező óraszámuk 24 óra lesz, az 50 napos szabadságukból 15 nappal a munkáltató rendelkezik. A bér megdöbbentően alacsony marad. A pedagógusok bére az alapbér plusz az ágazati szakmai pótlék, ami 32%, abból állt, most a 32%-ot bele fogják rakni az alapbérbe, és egy teljesítmény alapú bérezés lesz, aminek az a lényege, hogy nem az számít, hogy a pályán mennyi időt tölt el a kolléga, hanem az, hogy teljesít. Ez akár még jó is lehetne, csak hogy akik tüntettek, tiltakoztak, ellenálltak, eleve tartanak a rossz megítéléstől. Nem lenne rossz, de az a kérdés, ugye a kollégák úgy hívják, hogy ez pofa pénz, nem lenne rossz, csak az a kérdés, hogy minősítik őket. Állítólag minél kevesebb a pontszám, arányosan kevesebb fizetés is jár. Nagy ellenállást váltott ki, hogy a tanárok áthelyezhetőek lesznek másik intézménybe, és a tanév meghosszabbítható július 15-éig. A megszokott tanárok, tanítók távozása a szakszervezet szerint felrázhatja a szülőket. Matematika, fizika, informatika, angol, történelem, vizuális kultúra, testnevelés, énekzene és tanársegéd. Szinte minden szakon vannak nyitott pedagógusi állások Szombathelyen. A tankerületi központot is megkerestük, hogy mennyire valós a szeptemberben várható tanárhiány. A válasz szerint nem rosszabb a helyzet, mint az elmúlt években, nem jelentős a felmondások száma. A következő tanévet a megszokott gyakorlat szerint készítik elő.